A gyász megható perceivel kezdődött a Vasas-Zalaegerszeg bajnoki mérkőzés. A gyászszünetet követően felváltva forogtak veszélyben a két csapat kapuit. Először a negyedik percben Németh Norbert 22 méteres középről elvégzett szabadrúgását jobbra vetődve ütötte ki Pogačić, majd az ötödik percben Máté 8 méteres lövését védte vetődve Németh Gábor. A nyolcadik percben Dobrić jobboldali szabadrúgást ívelt be, amit Paripović a 11-es pontról alig fejelt fölé. A 15. percben ismét a Zalaegerszeg előtt adódott helyzet. Balázs húzott kapura, ám mielőtt lőni tudott volna, Paripović a kaputól 14 méterre gyönyörű becsúszással mentett előle. A 26. percben Hajdú labdájával Balázs ugrott ki a leshatárról, már a 16-oson belül járt, amikor Németh Gábor kifutva, vetődve elütötte előle a labdát, majd másodjára meg is kaparintotta. Nagy mentés volt. Az első félidő utolsó helyzete a miénk volt. A 44. percben szép támadás végén Németh Norbert tört be a 16-oson belülre, átlépett egy becsúszó lábon, hosszantolta meg a labdát az alapvonalról, középre kanalazta azt, Lázok pedig 4 méterről magasra felugorva fejelt, a labda a kapufa külső oldalát érintve került az alapvonalon túlra. A második félidő a mi helyzeteinkkel kezdődött. A 49. percben a Katonával szemben elkövetett szabálytalanságért megítélt szabadrúgást Sasa Dobrić ívelte be a bal oldalról az alapvonal közeléből. A kapu előtt Marius jó ütemben érkezett és csúsztatott fejese a kapu bal oldalába hullott. 1-0. Ugyan Marius először a közönség felé indul ki, de csak azért, hogy a hátán lévő Ilovszky mezt mutassa és felmutasson az égbe Ilovszky Rudi bácsinak. Ez a gól az övé volt. Csapatunk lendületen nem hagyott alább, a következő gólt mégis a Zalaegerszeg csapata érte el, érdekes körülmények között. A 63. percben a 16-oson belül Paripović kezét érintette a labda, amiért 11-est ítélt a játékvezető. A büntetőpontra letett labdát, melye védhetetlenül vágta Németh Gábor kapujának bal felső sarkába. A bekapott gól nem roppantotta össze csapatunkat. A 72. percben egy gyatra szabadrúgást követően Dobrić elé pattant a labda, aki középről, 20 méterről kapásból lepókhálózta a jobb felső sarkot. 2-1. Álomszép gól volt. A gól után az első találathoz hasonlóan Rudi bácsit éltette a közönség, Rudi bácsit éltették a játékosok. És mindösszesen 2 percet kellett várni a következő gólra. A 74. percben Balogh Zsolt jobboldali beadását Németh Norbert parádés mozdulattal előrevetődve 11 méterről félmagasan fejelte a bal sarokba. 3-1. Újra zúg a Rudi bácsi. A mérkőzés utolsó percében a mintegy 5000 néző felállva vastapssal köszöntötte a csapatot és emlékezett Ilovszky Rudolfra, a legendás mesteredzőre. Ilyet is régen láttunk a Fáji utcában. A játékvezetői sípszó után a játékosok kivételesen nem a szurkolókhoz mentek megköszönni a biztatást, hanem hova is mehettek volna máshová. A kivetítő elé, ahonnan Rudi bácsi nézte a mérkőzést.